Na, hello mindenkinek, sziasztok, srácok, én Danő vagyok, és íme itt vagyunk a következő videóban. Elsősorban, bocs, hogy tegnap nem volt videó, kicsikét lusta voltam, bevallom videót csinálni. Nekem is vannak néha olyanok, hogy fáradt vagyok egy-egy ilyen dologhoz, szóval ezért bocsi. Viszont cserébe van egy nagyon jó hírem, ugyanis decemberben minden nap mind a kettő csatornámon valószínűleg lesz videó. Legalábbis megpróbálom betartani ezt. Nem tudom, megpróbáljuk, srácok. Nagyon-nagyon szeretném minél gyorsabban elérni a 100 000 feliratkozót, ezt azért csináljuk. És hát egyrészt nektek is egy ilyen különleges dolog, így téli szünetre, meg karácsonyra, meg úgy mindenre. Szóval csinálunk egy ilyet, igyekszek, hát ha sikerülni fog. És még egyszer ebben a videóban is elmondom, hogy vannak ugye hát új termékeim, amiket a leírás elsősorban el tudtok érni. És hogyha esetleg szeretnétek vásárolni és ezzel támogatni, azt nagyon szépen megköszönöm. Szóval kezdjük is bele a dolgokba, itt vagyunk egy faluban, és ja, igazából egy tökre, ja, átlagos kis falucska, és itt tart velünk Kis, akit nagyon sokan szerettek, szóval ja. Na, felkapom a szettemet, mert hát az mindig jó, ja, azért ez eléggé egy fontos dolog, hogy a szettünk mindig legyen rajtunk, és ne éppen a chestben pihenjen. Kis, gyere velünk, menjünk szépen mászkálni, menjünk szépen a falut bejárogatni, és menjünk a falusiakkal beszélgetni, meg mit tudom én. Kovács, az azt hiszem, hogy nincsen a faluban, szóval így cuccokat gyűjteni nem nagyon tudunk. De mindegy, sziasztok falusiak, hello, jó reggelt mindenkinek. Sziasztok, szia, hello, na, Kis, jajaj, megfürödtél. Na, milyen volt a napotok amúgy falusiak közben, hogyha már én itt szedem a cuccokat? Hogy vagytok, vagy hogy aludtatok, vagy valami? Értitek a szokásos cuccok? Örölt húsért adna izét. Nagyon szép, te hogy vagy? Hát jól vagyok. Meg vagyok, én nagyon jól aludtam úgy ahhoz képest. Szóval tök király. Mondjuk egy kicsikét még korán van. Most pontosan reggel 6 óra 53 perc van amúgy, srácok. Jazt, kifelejtem mindig mondani, hogy srácok, hogyha szeretnétek engem még, nem szeretnétek tőlem még sok videót látni, akkor dobjatok egy lájkot. Köszi szépen, megiratkozzatok fel. Jó, igen, na ennyi. Szóval ja, igazából nagyon jó meg minden, csak tényleg még egy kicsikét nekem korán van, kedves falusi barátaim. Hol vannak még itt cuccok, amiket le tudok aratni? Nem nagyon látok semmit. Na mindegy, amúgy mit terveztek már a falusiak? Hogyha már így beszélgetős kedveitekbe vagytok, akkor nyugodtan meséltek nekem, hogy mi már a tervetek, meg ilyenek. Dani, oh, hello, mondjad. Szia, hello, kedves falusi, szia. Nagy gáz van, oh, mi a gáz, mondjad. Várjál, szedem a gabonát közben, meg ilyenek. Mindjárt izélek. Ellopták az összes búzát. Mi az? Nem már! Az hogy hoztátok össze? Úristen, de nagyon egyben ütt a szemöldököd. Az hogy hoztátok össze? A megtakarított búzánkat. De jó, azt pedig télire gyűjtöttük. És izé, elszöktek. De azt télire gyűjtöttük, hogy izé, hogy ne halljunk kéhen, meg ilyenek. Nem már! Aj, nem már! Kis, te meg nem muszkálj már ilyenkor, most ez nem idő a fürdésre, most ez probléma. Aj, Istenem, tudnál segíteni? Hova mentek? Merre mentek? Hogyha azt el tudod nekem mondani, akkor megpróbálom visszaszerezni, de nem vagyok benne biztos. Jövök. Aj, Istenem, srácok, ez így nagyon-nagyon rossz lesz. Ez így írtozatosan rossz dolog, de aj, mindegy. Arra fele mentek? Arra fele? Arra? Oké, rendben. Jó, pont itt van a... Nem ez a házunk. Jó, gyors hazaugrok, lerakom a cuccokat. Tudod mit? Nem rakom le. Haza tudsz nekem ugrani, hogy lerakd a cuccaimat? Léci, köszi. Mondjuk kaja... nincsen kölcsön egy kis széked? Természetes. Nincs egy kis széket kölcsön, hogyha már így úgyis kaját loptak tőlünk, akkor érted? Nincs nagyon kajám. Kösz. Kedves vagy, köszi. Jó, gyere kis. Na. Jó srácok, gyors meg kell keresnünk, szia, hello! Gyors, akkor meg kell keresnünk a ellopott búzákat. És hát elvileg valamerre errefele mentek, gondolom, hogy az erdő fele. Szóval errefele kéne mennünk valami nyomot találni, vagy valami... bocsánat a izékért. A háttér cuccér, ez gyors, kikapcsolom a Facebookot. Nagyon jó. Na szóval, itt van redstone. Gondolom, hogy ezt kéne követni? Hát remélem, hogy ezt kéne követni. Kis, szagol nyomot! Szagol nyomot! Tudod, ahogy a kutyák szokták, vagy valami? Nem? Jaj, Istenem. De amúgy mennyire? Hogy nézi a kaját? Tessék, kapsz egyet, jaj, Istenem. Jaj, Kis, neki csak a kaja kell, semmi más, bezeg. Nem tud jó kutya lenni, mint a többiek, hogy izé kiszagolja a nyomokat, meg ilyenek. Nem tudsz nyomokat szagolni, Kis? Nem tudsz? De ad nekem szíveket, szóval nem tudok rá haragudni. Na jól van! Srácok!
Kis-kis. Azt tudod, hogy kis-kis? De aranyos. Kis-kis. Ha. Hát kis-kis nincsen itt, szóval rip, de mindegy. Kis-kis az most, hát... Kis-kis amúgy nem szoktam magamra hozni ilyen kalandokkal, srácok, mert még kicsi, szóval... Ővele még várunk, hogy felnőjön, és majd azután majd ő is jöhet kalandokra, de nem akarom szegénynek az életét veszélybe sodorni. Mert azért, ja, nem akarjuk, hogy ő neki baj essen. Kis pedig már bátor, jó, nem mondanám bátornak, de már nagy kutyus, szóval ővele merünk így merészkedni. Mikor leszünk már ott? Már egy csomó ideje megyünk, nem nagyon láttam még semmi érdekfesztő dolgot. Aha, errefele megy tovább szépen a nyom. Királyság, kezdünk szerintem most már remélhetőleg közeledni. Ó, itt van valami, izé. Még több reszton van csak. Jó, mindegy, hát akkor nem nagyon közeledünk. Mindegy, reméljük, hogy valami, hamarosan most már tényleg lesz itt valami. Ó, ó, egy barlang. Ó, na, királyság. Hú, viszont itt eléggé sötét lesz. Most nincs kedvem csákányt csinálni. Na jó, mindegy, remélem, hogy valamennyire látni fogtok, srácok, és nem kell... nem az lesz, hogy izé semmit nem látok majd, de ahogy látom, látni fogtok. Jaj, ne. Ne. Zombik, jaj, zombik, kis, ülj le. Jó, Istenem, jó. Oké, nem baj, a zombikkal megküzdünk. Jó. Oké, ezek lennének, akik ellopták a cuccot, vagy nem tudom. Zombik lettek? Érdekes, na mindegy. Nem baj, ezek a zombikkal legalább végzünk eléggé könnyedén, ahogy látom. Oké, király, mennyi van még? Nem állsz, kell tanulok azokat rüellem. Istenem, jó. Jó, szerencsére 1.8 még annyira nagyon nem erősek. Jó. Oké, meg vagyunk, easy. Ezek meg egymást lövik. Jaj, még mennyi van. Úristen, mennyi van még. Jó, nem baj, még szerencsére, hogy elhoztuk a diócucunkat, srácok, hogyha most nem lenne nálunk, akkor az eléggé megszívtuk volna. Szóval szerencsére itt van, és minden király, jó, meg vagyunk, királyság, ennyi is volt. Hú, amúgy mennyien voltak. Na és, ó, meg is van, király, hú, megvan, de nem fér el, aha. Oké, megvan a taktika, össze kell craftolni őket, hogy könnyedén el tudjuk vinni, és mindegyik elférjen nálunk, jó. Oké, ez megvan, ez oldva, srácok, értem már a logikát, gyors, összecraftolom őket, és akkor mindegyik búz el fog nálam férni, és akkor haza tudjuk őket legalább vinni. Nagyon király, oké, még mindig nem fér el mindegyik, jó, ez gyors, megcsináljuk, nem kell izélni, nem kell izgulni ezekkel, gyors meg leszünk, remélhetőleg. Így is van, nagyon jó. Oké, most már elfér mint? Jó, most már pontosan elfér mint. Jó, a csontot megtartjuk, meg kisnek odaadjuk. Jó, királyság, na! Jó, akkor szerintem mehetünk is haza, remélhetőleg. Ó, szia kis, hello! Kapsz egy kaját, mert jó kis kutya voltál, szerint maradtál. És hát a csontot szerintem nem tudom neki odaadni. Ja, nem tudom. Na mindegy. Jó, mindegy, majd otthon majd megkapod a majd vacsira, vagy valami. Na! Jó, megvagyunk ezek a cuccokkal, akkor szépen térjünk haza. Ugyanúgy a vérfoltokon keresztül gondolom. Ez már remélhetőleg egy kicsit gyorsabb lesz, most már rutinosabbak vagyunk az ilyen dolgokban. És akkor sászok, nyomuljunk is haza, meg vagyunk a búzákkal, szóval eléggé király. Reméljük, hogy büszke lesz ránk a falusi cucc, aki adta nekünk a izét, a küldetést, szóval reméljük, hogy kapunk valami jutalmat, vagy nem is a jutalomért csináljuk, de mindegy. A lényeg, hogy a falusiak jól meglegyenek, mi megvédjük a Minecraft békés teremtményeit igazából, és az aranyosokat is, mint például kist, szóval, ja, ennyi, na! Fussunk szépen, ó, már látok valamit. Az ott, oda van írva, hogy Dani? Jól láttam, hogy oda van írva, hogy Dani? Miért van oda írva, hogy Dani, lol? Wow, oda van írva, hogy Dani? Ezt idáig nem nagyon vettem észre, de komoly. Mi van itt? Mi lett a faluval? Lol. Sziasztok, hello, itt vannak a többi falu, itt van a többi falusi. Mi történt a faluval? Lol, szia Dani, hello. Úristen, miért alakult át ilyen izévé, ilyen színesé minden? Hello, szia. Nem tudom, ez most téged ünneplünk a mai nap, engem? Miért ünnepeltek engem? Lol, de király, rendeztek nekem egy ünnepséget. Miért ünnepeltek engem? Nem csináltam semmit, meg úgy ilyenek. Amúgy megvannak a búzák, meg ilyenek. Mert már nagyon sokszor mentettél meg minket. Jaj, nem már, de aranyosak vagytok. Várjátok, itt van a búza, amúgy ezt gyors odaadom. De aranyosak vagytok, jaj, Istenem. Mennyire jó fejek már, srácok, csináltok nekem egy ünnepséget. De nő, köszönjük, hát én köszönöm, nagyon király. Na, nem már. Itt van, nézze, itt vannak egy csomóan. Kovács, Pamkutya, a király, Cebelian, Béla. Jaj, ott van Black is.
Istenem, csomóan eljöttek, kis-kis. Wow. Mindegy. Hát köszönöm, ez így szép. Második András menekült, egy csomó mindenki itt van, bár mondjuk skinjeik nem nagyon vannak, de mindegy. Hát ez menő, köszönöm szépen Falusi, hello, sziasztok amúgy többiek. Hello Cebelian, szia, hello, sziasztok. Na, rendeztek nekem egy saját rendezvényt vagy ünnepséget, na, hát köszi szépen, jó, hát akkor pulizzunk srácok meg minden. Hát jó, mindegy, srácok, igazából ezt a videót szerintem én most itt leállítom, mert hát ez mégiscsak egy ilyen kulisszák mögötti rendezvény legyen. Szia, Isten haláljon meg. Ja, igen, ennyi, mindegy, jó. Hát jó van, köszi srácok, van egy saját rendezvényem, hú, királyság, na, találkozunk akkor legközelebb, srácok, és tényleg köszépen itt voltatok. És hát ja, ennyi, sziasztok!